Na jó reggelt! Hát egyébként itt a buszos közlekedéssel kezdjünk, ami nincsen agyonhajtva, mint látjátok. Tehát ez ugyanaz a járat, a hármas viszonylat. 11:41 és 71 perc múlva fog ide ebbe a busz megállóba, ami egyébként itt van a Hofer mellett, ami nálunk Aldi. Hát ilyen egy busz megálló. És tök jó egyébként, itt meg lehet nyomni ezt a gombot, és akkor azt hiszem, most nem csinálja? De. Tehát így besötétedik, hogyha valaki esetleg, és ugye fehér lesz a felirat, ha valakinek esetleg úgy lenne optimálisabb. És látjátok, ez egy digitális panel, írja is, hogy február 19 van, 9:30. Tök jó. Hát egyébként nincs ma olyan jó idő, mint egyébként tegnap. Egyébként, ezt tényleg sokszor használom. Mindig ígyatok egy felest olyankor, jó? Már akik felnőttek természetesen. Itt mögöttem, na hát ez az én világom, ez a lakótelepi övezet. Én legszívesebben, hogyha itt kéne úgymond laknom, akkor ide költöznék egyébként. Én azt hiszem tudnék itt lakni. Persze az szlovénul kéne tudnom, mert hát németül azért úgy mindenhol el voltam. Nem tudom, azt megmondtam már az előző videóban, hogy a hotelben a recepciós csaj, hát nem magyar, csak tud magyarul. Tök menő. És mondtam is neki, hogy mondom, meg nem mondanám, hogy nem vagy egyébként, nincs magyar származásod, és akkor mondta, hogy hát azért annyira nem tudok. Jó, mondom, esküszöm neked, mondom, nem is hallani egy ilyen tájszólás sem hallatszódott ki, vagy nem is tájszólás, tudjátok, hanem a akcentus, vagy hogy mondják, igen, akcentus. Úgyhogy nagyon ügyes sem nyomta itt a németet, vagy magyar, bocsánat, a németül is tudott egyébként. No, és a mai videónk egyik fő attrakciója, egy vasúti átjáró, hát nem maga a vasúti átjáró, hanem maga a vasútvonal. Láthatjátok, milyen érdekes itt a fénycsorompó, legalábbis számomra, bár minden országban más, hát ugye szoktam, vagy mutattam már nektek, szerintem a legszokatlanabb, ezt akartam kihozni, az a román számomra, de ez is elég furcsa. És hát ha jól látom, akkor még mennünk kell, és itt nem megyek a vasút mellett, mert nem tudom, hogy itt még el tudnék menni, de nem akarok azért a vasúton menni, bár dízeles vonal, és gondolhatnátok, hogy 40-nel döcög, mint a Lajos Műzsei, de nem, úgyhogy azért pláne nem merek menni, mert úgy suhannak itt a vonatok, hogy az csak na, arról jön ki egyébként a Celjei főállomásról, és itt szépen ugye eljön, és itt lesz egy megállóhely, Celje Lava, azt hiszem az a neve, nem tudom, hogy így kell mondani. Na, oda elmegyünk, és akkor ott felszállunk majd a következő vonatra, ami még majdnem egy óra. Hazudtam, 40 perc sincs. Azt hittem, hogy még fiatalabb az idő, de jól telik, hogyha az ember Szlovéniában van. Na, egy pár tanács az ide való utazáshoz, már amit én így észrevettem. Ami idegesítő, az, hogy az átjárók, a gyalogos átjárók, ugye, amikor a közúton át akarsz jönni, olyan hosszú ideig van az autóknak fenntartva, és utána versenyt kell futnod, öcsém, tehát nincs itt izé kecmec. Körülbelül 75-80 másodpercet figyeltem meg az autósoknak, és olyan 15-20 környékén van nekünk. Aha, hogy itt ezért kellett volna átmennünk azon az aluljáron, mert itt csak a fűben tudunk menni. Hát megnézem, hogy a térképen, hogy mennyire van az a megálló. Nem akarok itt most a fűbe menni. Na, hát egyébként ez nem volt egy tanács. Tanács inkább az, hogyha Szlovéniába jöttök, én az applikációt mindenképpen használnám, a szlovén applikációt. Nagyon egyszerűen tudtok jegyet venni, és szerintem nagyon kultúrált árakon, úgyhogy ha ide jöttök, mindenképpen töltsétek le. Ugye Szlovéniának van egy ilyen érdekessége, hogy egyik városában sincsen sem metró, sem villamos, sem azt hiszem trolibusz sincsen Ljubljanában. Szóval, hogy ilyen szempontból mondjuk, ha közlekedési mániások vagytok, és mondjuk városi tömegközlekedési mániások, ilyen szempontból sok érdekességet nem fogtok itt találni. És hát igen, az, ami mondjuk nagyon nehéz, hogy egy vonat van. Na jó, nem igaz, mert ugye Grácon keresztül is lehet jönni Szlovéniába. Nem ismerem annyira a szlovén hálózatot, nem tudom, hogy az megáll-e Celjébe. Nem tudom. Ugye az Grác felől jön, és akkor Mariboron keresztül. Egyébként, hogyha Mariborról akarnék menni, már pedig majd akarok, én akkor is a Citadellát javaslom nektek. A Citadella applikáció, és fogtok tudni Muraszombatról Mariborba menni. Tehát Muraszombaton pedig megáll a Citadella, konkrétan a határtól a első nagyváros, illetve hát relatív, hogy nagyvárosa, és tulajdonképpen ilyen 20 perces menetidő Hodostól. Újabb tanács, hogyha a Google térkép azt mondja nektek, hogy
itt van a megálló, akkor ne higgyetek neki, mert itt nincs megálló. Legalábbis kétlem, hogy ezen a betontömbökön kellene várni a vonatot, és a zúzott köveken kellene felmászni rá. Nem szlovénokra volna ez a megoldás. Hát lesétálok még oda, de olyan sok időm nincsen, hogyha most nem találom meg. Még ott látok valami képződményt, ami akár még peron is lehet, de hát franc se tudja. Érdekes dolgok ezek. Na, majd mindjárt megmutatom nektek, hogy mennyivel volt ez arrébb. Nem sokkal egyébként. Van ilyen a Google térképen. Ez még nem is olyan nagyon nagy probléma, mondjuk annak azért nagy probléma, hogyha az ember nagyon kiszámolja, és a Google térkép szerint ő oda megy valahova, és nincs ott. De itt azért még ide lehet futni, mert ez tényleg nem volt egy nagy táv, hát körülbelül egy olyan 200 métert, ha téved a térkép. Hát át kéne menni a benzinkútra valami kis szendvicsért. Nem. Itt átvergődni? Na mindegy, a lényeg, hogy ennél durvább a... Melyik az a vonal? Mezőtúr, Szarvas, nem a Szarvas a vége. Mezőhegyes, ugye? Mezőhegyes. Azon a vonalon van azt hiszem Halászlak megálló hely, na ott viszont nem ennyit téved a térkép, hanem valami 5-6-7 kilométer, tehát az írtósok. Úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni úgy, hogy megnézed utcaképen előtte. Most én azért annyira nem ilyen rizikósra vettem a figurát, szóval nem néztem meg, de hogyha rizikósra veszem a figurát, és teljesen idegen helyre megyek, pláne egy másik országban, akkor én mindig megnézem az utcaképet, és akkor biztos láttam volna, hogy ott nincs semmi. Celje Lava, egyébként Lava az a városnegyed, tehát ezt a városnegyedet szolgálja ki. Itt a menetrend, és egy elég érdekes menetrendje van, bár nem tudom, hogy ezt itt ki fogjuk tudni halászni. Na, először is keresik meg a mi vonatunkat. A mi vonatunk ugye ez Velenje és Celje között járnak itt a vonatok, és a mi vonatunk az a nem ez, hanem ez. Az a 10 óra 16-os vonat lesz. Tegnap akartam eljönni erre a vonalra, és bár ebből a menetrendből ez számomra se derül ki, de nem volt vonat. Lehet, hogy valami vágányszár van, mert itt is mozgolódtak az emberek. Ma biztosan nincs, mert meg tudtam venni ma már, tehát már adott ki egyet, és tegnapra is adott ki egyet délelőtti vonatokra, és délutánira már nem. Sőt, nem is voltak vonatok, nem volt opció. És egyébként itt lehet automatából is jegyet venni, mondjuk vehettem volna itt egyet, mert legalább eltettem volna a gyűjteményembe emlékbe, hogy van egy fizikai jegyem is. Hát most nem lesz fizikai jegyem. Valószínűleg egyébként Diesel Flirt fog majd ide csattogni. Hát nem fog csattogni, mert az úgy fog suhanni, mint az állat, figyeljétek meg. És hát igen, itt meg egy ilyen lakótelepi övezet. Hát és eléggé ilyen ködös időnk van. Ugye hegyek között vagyunk, és beragadt a köd. Ó, gyerekek, ez nekem tökre tetszik. Tudjátok, hogy én mondjuk nem ilyen házban lakom, de nálunk is vannak ilyen nagy házak. Ilyen 10 emeletesek, gondolom ez annyi, de nem számoltam meg. De olyan picibe ott, abban a kis fehérbe, ott hátul, vagy abban a zöldbe. És mondjuk a másik irányba néznék, mert arra van a erdő meg a hegy. Tök jó. Na most már látom az orrát a vonatunknak, egyébként pontosan jön, abszolút te. Kíváncsi vagyok, mikor megy le a sorompó, mert hol lehet a behatási pont. Már nem jön ám olyan gyorsan, vagy franc se tudja. Ilyen távolról nem tudom ezt felmérni, ott már nincs megállási pontja, tehát még az se, hogy nem itt Celjén belül, ugye ez az egy van. Túl sokan nem várunk erre a járatra, konkrétan csak én. Na, távol van az még, csak nagyon jól belátható a pálya, mert egy nagy egyenes. Aha, most kezdett el tilinkózni, tehát ez ugye egy jelzés, hogy mindjárt lemegy a sorompó. És most megy le. És hát ja. Ilyen szempontból nem lesz izgalmas, mert egy flörttel fogunk, bár legalább hasítunk vele, mert eddig csak mutogattam meg. Jó, belül is. Vagy ez flört? Na várjatok csak. Flört, ugye? Még szokatlan nekem ez a kinézet. Furcsa. De jól néz ki. Menő.
mondjuk ez az ajtókiosztás, gyerekeket, pont ugye középen állt meg, és itt álltam. El kellett rohannom, hogy ne tartsam fel itt a történetet, mert nagyon távol van itt a középső rész, ugye itt van a géptér, és így nagyon távol van a két ajtó. Kevés az ajtó. És akkor meg is mutatom nektek, hogy hova írja a Google térkép őt, mármint a megállót. Itt azért nem távol. Ide. Azért nem, azt hittem gyorsabb, egyébként azt hittem jobb ez a pálya. Hát és ennyi volt, 2 perc a menetidő, ebben vagyunk a főállomáson. Na hát, itt láthatjuk a tárolón, tulajdonképpen ezek a motorvonatok helyett jött, vagy hát igen, tulajdonképpen folyamatosan cserélik le. 2018-ban Andris mondta, hogy még csak ilyen piros motorvonatokkal közlekedtek, és ez az újítás, úgymond, hogy jöttek a flörtök. No. Ismét túj. Gyönyörű hely. Szlovéniában még jönni kell, én azt mondom. Egy pár felszálló van is. Csak nem merik a magyar kocsit használni, egyébként ez full üres, tehát bemehetnék oda, de én ki akarok lógni az ablakon. Ott meg nem lehet. De kíváncsi vagyok azokra a szlovák kocsikra, amikor szlovén kocsikra, amikor benn állnak, és azt tegnap arról nem maradtam. Ez valami kocsijavító műhely lehet, vagy én nem tudom, de így több ilyen kocsi is ott áll, és lehet látni, hogy itt van egy ilyen nagy csarnok, stb. Ugye a vonalról még azt érdemes tudni, hogy ez nagyon sokáig nem volt villamosítva, tehát itt a 2000-es évek elején lett ez villamosítva. Mondjuk nem tudom, hogy ez a szakasz igen, az biztos, hogy Hodos, Muraszombat szakaszon ott dízel volt. Dízel vette át a tehervonatokat.
Na nézzük a kocsikat. Már sál, illetve hodos mindjárt, és őszintén nagyon szomorúan búcsúzom Szlovéniától. Nem szívesen megyek haza. Mondjuk ritka az a külföldi ország, ahonnan szívesen, már Romániából sem szívesen megyek haza. Igen, jöhetnek a kommentek, hogy akkor költöz ki. Igen, mert egyébként strúc politika, tehát hogyha nem tetszik az otthoni rendszer, akkor dugd homokba a fejedet, vagy menj el. Tudom, hogy ez van. Rendben van, nyugodtan meg lehet írni, pont leszarom. A lényeg, hogy Hodosra érkezünk, egyébként egy picit késünk, de számottevően nem nagy a késésnek a mennyisége, és hamarosan gépcserézünk egyet. Sajnos ennyi volt Szlovénia, viszont benőtte a szívembe magát, és olyannyira, hogy szerintem hamarosan visszatérünk egy moribori kalanddal. Citadellával jövünk akkor is, és Muraszombatról fogunk majd Mariborba át dezirózni. Szembe a... hát az is késik, mert annak már itt kéne lennie. A Citadella, ami Kelenföldről, hát déliből 9-kor, Kelenföldről 9 óra 7-kor indult. Most pedig 12 óra valamennyi van, le is szedte a refiket, ahogy szabályosan az kell. Igen, egyébként azt el kell ismerni, azt alá kell írni, hogy nincs nagy utazási igény, tehát én is látom azt, hogy közel üresen vagyunk, és közel üresen volt tegnap a szembejövő, illetve a miénk is, amivel én mentem, és úgy összességében egészen Celjétől, ami azért már nem kis táv, Celje oda-vissza
nem volt itt még csak 25%-os kihasználtság sem. Így belföldön sem, tehát Szlovénián belül sem. És a 290-es Szili csapatba. Hát és ezen is körülbelül ilyen 10 pár utas. Én nem tudom, mi a mocskos, már elnézést, csúnyát mondok, jön 16-tal meg 30-tal a szembejövő vonat, úgyhogy időben elindult Veszprémből, és addig, vagy eddig Herendig, na most ébredtem fel egyébként, eddig Herendig összeszedett 16 perces késést. Itt vagyunk, itt van bent a másik vágányon, de hogy most minket mi az anyámért nem enged ki? Ott van. Most komolyan ott tart, még tényleg ott tart a magyar vasúti szabályozás még mindig. Én most ugye sokat járok Európába, de ez, hogy izé kiengedés, akkor nekünk most bemegy, csinál nekünk vágányutat, elmeneszt a nénike, és ez alatt eltelik 18.602 perc. Ausztriában meg berongyolunk foglalt vágányra max sebességgel, és nem történik probléma, és nincs menesztés, és nincs feltétlenül jegyvizsgáló, csak jegyellenőrök. Hú, hogy ezért mit fogok kapni, hogy ezeket mondom. Mert ez így jó, így kell csinálni, gyerekek, így kell. Szembejövő vonat elment, de még 76 percet várunk, hogy a nénike kijöjjön és lóbálja nekünk a tábláját. Na most real time-ba megváratjátok, hogy már elment, már az, hogy ajkán van a szembejövő vonatunk. Minket talán esetleg ki tetszene engedni, Herendi néni? Jelzőt már kaptunk, jó, szupi, oké. Nénike kijön. Fügy, nagyon kellett. Táblalógatás, nagyon kell. Ennélkül nem működne a magyar vasút, a táblalógatás nélkül. Ez már kettő nappal, nem, hát másfél nappal később veszem fel, már hazaértem Szlovéniából, már voltam itthon egy teljes napot, és most vágom, vagy vágtam a videót, most már edzésről jövök, és ezt a végént, ezen gondolkodtam, hogy benne hagyjam-e, na most ezért hozzáteszem a sztorihoz, hogy ez már a 8. óra volt vonaton, ugye, Szlovéniából, mert rengeteget késtünk a magyar oldalon, tehát a Hodosig 6 perc késéssel jöttünk, és utána olyan szinten elcsesződött az egész, hogy már ilyen 45-nél jártunk Herenden, és azt nem tudtam, hogy miért nem megyünk, meg miért jött szembe ilyen nagyon lassan a szembejövő, amivel egyébként nem ott kellett volna találkoznunk, csak hát ugye Veszprémi kereszt az elcsúszott a késés miatt. Egyébként azért jött ilyen nagyon lassan, mert Bisber hiba volt,
és pontosan tudom, hogy kell meneszteni, pontosan tudom, hogy mik a szabályok, de azért hagytam vele, mert én remekül szórakoztam, hogy ott mérgelődöm már a 8. órámban, amikor már egy kicsit egyébként feszült voltam, már untam, már így fájt, úgy fájt, már nem akartam így ülni, már nem akartam úgy ülni, már feküdni se tudtam, már aludni se tudtam, már haza akartam érkezni, úgyhogy igazából senkit nem akartam megbántani ott helyben, de mondom, én ezt nem hagyom ki. Tudom, hogy kapom majd érte így is, úgy is az ívet. Hát, ha annyira zavarnak, akkor kivágnám, de nem vágom ki. Én remekül röhögtem, vagy szórakoztam, és nagyokat röhögtem saját magamon, hogy milyen idióta vagyok, hogy ott mérgelődöm a semmin, amiről tulajdonképpen senki feltétlenül nem tehetne. Mondjuk egy Bisberg hibáról egyébként tehet, igenis tehet az államvasút, mert ha rendesen lenne minden fenntartva, akkor azért nem lenne annyi Bisberg hiba, mint amennyi van, de lényegtelen, ennyi, nagyon klassz volt Szlovénia, és én már alig várom a következő nemzetközi túrát. Legyetek jók, sziasztok!